kaptunk két gólt, viszont nem futballoztunk akkor sem jól. Ez nem annak volt köszönhető, hogy 2-0-ra vezettünk, hogy valami baromi jó futballt mutattunk volna be. Nem azt játszott ez a csapat ma, amit tud, illetve amit kértem tőle az öltözőben. Úgyhogy ez egy ilyen hőskültemény volt a végére, viszont sok tudatosság nem volt benne, azt azért hozzá kell tennem. Az utolsó percben volt ez a gól, de akkor már kispadon voltál, mit láttál belőle? Igazából semmit nem láttam belőle. Utána mondták, hogy szögletből született a gól, de gól volt. Hát ezek az izgalmakat már annyira nem szeretem. Jobb lenne, hogyha nem a végére hagynánk a győztes gólt. Ezek szerint akkor a második meccsen valamivel simább végkifejletreben reménykedünk? Nagyon remélem, hogy a csapat felpörög, és simán megnyerjük azt a mérkőzést úgy, mint az előzőt. Értékelünk a kispadról, szörnyű meccs volt, de nyertük! 50%-os távolságot megtettünk a bajnoki címig, úgyhogy annak azért örülök, próbálok pozitívan hozzáállni, hogy nem játszott, nem futballozott jól a csapat, mégis rúgtunk 3 gólt az MTK-nak, és megnyertük a meccset. Mi lesz majd, hogyha igazán jó pörünk és csináljuk a saját dolgunkat a pályán? Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.